Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Olyan történet ez, ami túléli az időt, mondja Funtek Frigyes a Szállakakuk fészkére című alkotásról, melyet a József Attila Színház tűzött műsorára. De milyen párhuzamot von a rendező az Őrültek házában játszódó darab és a mai valóságunk között? Hogy mitől aktuális, véleményem szerint attól, hogy ebben az egész covidos helyzetben az az érzésem, hogy egy világméretű elmegyógyintézet lettünk, recsid nővérekkel fölöttünk, megmondják, hogy mikor kell maszkot venni, megmondják, hogy mikor kell leülni, fölállni, ebédelni, gyógyszert bevenni. A Femina Podcastban a Szállakakuk fészkére című előadás apropóján a rendezőn kívül annak három főszereplőjével, a hivatásukat, a színházat szenvedélyesen szerető művészekkel is beszélgetünk. Kiderül, hogy a recsid nővért, a gonosz főnénit alakító Fehér Anna hogyan fejtegeti a saját szerepét. Olyan szélsőségesen embertelen nőként nekem ez nagyon nehéz, hogy lehet valaki ilyen, de hogy ő nő-e még, de olyan dolgokat művel, hogy hát amikor olvasom, beleborzongok. Arról is szó lesz, hogy a főszereplőt, Mac Murphy-t alakító Hajnóczky Balázs miként fogja meg figuráját. Ez az élni akarás és az életegészség és a csibészség. Igazából ő nem is tudja sokáig, hogy ő most mit csinál a bent lévőkkel. Ő éli az életét, ő megmenekül tényleg egy 5 hónapos börtönbüntetés elől, azt gondolja, hogy majd itt enni kap, meleg lesz, és az ő egészségével és az egészséges életével hoz be egy olyan változást a többi beteg életébe, ami aztán az ő életét is meg fogja változtatni. És az egyik fontos karaktert, a Cseszviket játszó fiatal színésztől, Fekete Gábortól is érdekes dolgokat hallunk. Különleges, hogy mi lehet a betegség ennek az embernek? Milyen állapotba kerül ő ide? Miért van itt? És ez nem derül ki egyértelműen a műből. Tehát ott van egy csomó olyan beteg, akiről kiderül, de pont Cseszvikről nem. A drámai fordulatokban és torokszorító pillanatokban bővelkedő, de humorral átszőtt Szállakakuk fészkére című alkotás évtizedek óta hatalmas siker. A regényt, majd a legendás filmváltozatot rengeteg színpadi adaptáció követte. Hamarosan feltárulnak a József Attila Színház próba folyamatának izgalmai. Ráadásul az is kiderül, hogy Funtek Frigyes szereti-e, ha Fricinek szólítják. Sziasztok, kedves podcast hallgatók, gyertek, tartsatok velünk a színházi kulisszatitkok világába. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Femina Podcast vendégeit, a József Attila Színházból érkeztek hozzánk, Fehér Anna színművész, Hajnóczky Balázs színművész, Fekete Gábor színművész, illetve itt van velünk Funtek Frigyes színművész rendező, és a beszélgetésünk apropója pedig a küszöbön álló, vagy hamarosan bekövetkező bemutatójuk, Szállakakuk fészkére, Ken Casey legendás regényéből íródott darab. Erről fogunk most beszélni, izgalmakat, próbafolyamatnak az egyharmadánál járunk, és hogy mi mindent jelenthet ez a darab manapság, ugye ez a 60-as években íródott, ha jól tudom, az eredeti, a film világsiker lett, Magyarországon is sokat játszották, hogy akkor ez most ma itt 2021-ben hogyan néz ki színpadra állítva, és mi mindent ad nekünk nézőknek. Fogunk erre mindjárt rátérni, és köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenek előtt Fehér Annához fordulok, mert hát Anna, neked mindenhol, de a Femina olvasók között is óriási rajongó táborod van, ez nem titok. Úgyhogy biztosan első körben pár személyes mondatot szeretnének hallani, hogy hogy érzed magad a bőrödben, akár ha arra gondolok, hogy a színművészeknek most egy, hát nem tudom, felélegzése, vagy éppen a sűrűjébe kellett belevetni a Covid után magatokat, de hogy ilyen szempontból is ez érdekes, és hát a kisfiadról is. Egyszerre nehéz, és egyszerre nagy örömteli, hogy újra kezdtünk, mert hogy nagyon hiányzott már mindannyiunknak, érezzük a nézőkön és az előadásokon, de nagyon hosszú volt a szünet, és most egyszerre egy időegységen kell keresztül tolnunk valahogy 10-10-szer annyi időt, hiszen minden előadást fel kell újítani, de arra nincs sok időnk, szeretnénk, ha előadások lennének este, ezek mennek, úgyhogy most egy nagyon-nagyon sűrű, nagyon jó, de hát nagyon sok koncentrációt és odaadást igénylő feladat van, és ami számomra szokatlan, hogy többet kell oda-haza dolgozni, mert azért ez egy csapatjáték, amelyben én rezeglek téged, te engem, de most sokkal készültebben kell járnunk a próbákra, mint egyébként egy normál időszakban.
Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó, de jó lesz, ha már egy picikét reményeink szerint visszalassul az idő arra a nyugvó pontra, hogy fölkészülünk egy előadásra, bemutatjuk, van egy ráfutása, mint egy sportolónak akár, tehát amire összeérik, megtörténik, és a nézők pedig jókedvűen és folyamatosan jönnek. Úgyhogy ez egy most egy feszített, de nagyon jó időszak. Ezt én nagyon szeretem, hogy végre így van. Azt se bánnám, ha már túl lennék rajta. A kisfiam már nem is olyan kicsi, 10,5 éves, és egy nagyon, nagyon helyes rác, véletlen, hogy ilyet mondok, mint anyuka, és ő nagyon szereti a sulit, és jól érzi magát a bőrében, és most éppen egy kis kamasz korszak elején van, amit én tátott szájjal bámulok. Nagyon jó kérdéseket tesz föl, és nagyon szereti, ha beleállhat a saját akaratába, és ezt is nagyon szeretem benne, bár néha rezeg a léc, hogy ezzel én mit is kezdjek. De dolgozunk rajta, úgyhogy köszönöm, jól vagyok. Köszönöm szépen. Hát valószínűnek tartom, hogy nem azokkal a módszerekkel állsz hozzá, mint itt recsid nővér szeretében a színdarabban. Az összehasonlítást is visszautasítom. Csak egy jó átkötést kerestem a darabhoz, amivel tovább léphetünk. Recsid nővér főnénit Fehér Anna játsza, a főszerepben Mac Murphy-t, ugye Hajnoszki Balázs, és Cseszvik szerepében Fekete Gábor, a rendező pedig Funtek Frigyes. Mondtam, hogy egy nagyon népszerű és ismert darabról van szó, meg film, meg előadás, stb. De hogy azért mégis néhány mondatban a sztoriról is, hát ha valakinek újdonság lesz. Én vagyok a tettes? Hát igen. Frigyesnek szabad szólítani? Igen, köszönöm. Frigyes. Köszönöm. A Frici az macska. A cica, ugye? Frici cica. Amikor kisgyerek voltam, és lefricizett egy asszony a falumba, azt hiszem 4 éves voltam, akkor az én nagymamám azt mondta, hogy az én unokámat Frigyesnek keresztelték. Ez üzenet volt nekünk is. Igen, mondtam, hogy Frici megszólítják. De nem, soha többet. Soha az, én, soha nem, nem, soha az életben nem sértődtem meg ezen, de... Oké, a darabról, a történetről. Egy elmegyógyintézetben vagyunk, és akkor most egy picit kitérek a történetmesélésbe, és visszajövök ugyanide. Nyilván előkerül az, hogy miért aktuális ez a történet. És az az érzésem, hogy minden korban a kor aktuálissá tesz bizonyos történeteket, amik túlélik az időt. Ez egy olyan történet, hogy mitől aktuális, véleményem szerint attól, hogy ebben az egész covidos helyzetben az az érzésem, hogy egy világméretű elmegyógyintézet lettünk, recsid nővérekkel fölöttünk, megmondják, hogy mikor kell maszkot venni, megmondják, hogy mikor kell leülni, fölállni, ebédelni, gyógyszert bevenni, és iszonyatos sok köze van a történethez. Annak, hogy egy elmegyógyintézetben vannak, mint kiderül, önkéntes bolondok, ez azt jelenti, hogy legtöbbjük azért van ott, mert nem bírta elviselni a külvilág nyomását, megint ugye aktuálisak vagyunk, egyre nehezebb viselni a saját életünket, és ennek az egész helyzetnek a nyomását. És bekerül egy egyébként börtönből jött férfi, akinek nincsen ez a nyomás a lelkén, hanem egyfajta egészséges csirkefogó, vagy egy egészséges kártyajátékos, egy egészséges férfi, aki felbolygatja ennek az egész elmegyógyintézetnek a megszokott rendjét, a világ megszokott rendjét. Hogy mi a vége? A vége az, mint minden megváltás történetnek, hogy a bent lévők gyógyulnak, ő pedig belehal a megváltásba. Anna? Nekem ez a történet nagyon furcsa más, mint amikor 80-as években bemutatták az országban. Tehát, hogy akkor, amit mond Frigyes, akkor ez egészen más volt, mert hogy akkor egy más társadalmi közegbe, egy más dinamikába jött, és az emberek másra fordították le az akkori aktualitását. Számomra ma ez a történet nem egészen az, ami a Frigyesnek, de az én magánérzésem ez a történetről. Nekem ez sokkal, sokkal nehezebb ebben
a megváltást érzékelni az ő gyakorlatukban, mert nekem már nem ilyen fekete-fehér a képlet. És nem azért, mert én játszom a Recsidet, mert nem tudom, hogy ő kicsoda pontosan, de remélem meg fogom találni az ő személyiségét a játékomban, vagy mire bemutatjuk, de az, hogy a világban a szabályokat, hogy lehet, hogy kell alkalmazni. Tehát, hogy egy az igazság, és ugye ezer a ruhája, ami egy ilyen közhely mondat, de azért mégis van benne igazság, mert ebben a képletben nagyon sok olyan kérdőjel vetődik föl bennem, mint színészben, hogy mi is ez a történet ma. Hogy az önkorlátozás művészeten, vagy hogy milyen szabályokat kell kötelező betartani, hogy ők mennyire egészségesek. Miközben engem nagyon meglepett az olvasópróbánkon az is, hogy ők maguktól vannak ott, és nem mennek ki. És akkor ugye arra fordítottuk így együtt a próbákon is, hogy ugye felelősséget tudunk-e, akarunk-e magunkért vállalni, vagy milyen jó valakit állandóan szídni, ő a szemét, ő adja a szabályokat, de én igazából alávetem magam, szenvedek tőle, diktatúrának érzem, de nem lépek. És ebben a kiszolgáltatottságban bizonyos kényelmességek is működnek. És nekem a McMurphy, ugyanúgy, ahogy most mondtad, Frigyes, hogy... Menni fog ez a... Az előbb már olyan szép volt. Igen, csak nem akartam megismételni, hogy az előbb, hogy a McMurphy egy nagyon, nagyon dinamikus élő személyiség nekem, aki egyáltalán nem akar megváltó lenni. Igen. És belekerül egy helyzetbe, amin végén ő mégis azzá válik, vannak benne aztán saját döntései, tehát van benne egy csirkefogó becsület, egy mélységes kiállás, de az egész nem arról szól, hogy itt van egy jó ember a rettenetbe belé. Lépve. Ami azért a 80-as években nekem az emlékeim a jó, a rossz, a diktatúr és a szabadságvágy között egy kicsit evidensebb volt, valószínűleg azért, mert egy másik világban éltünk, és azért egy ország is talán másképpen reagált rá, mint ma. Volt hát az a vágy, az a vágyunk, mert azt képzeltük, hogy az úgy van, hogyha vége van valami sötétségnek, akkor a kolbászból lesz a kerítés, és az én szabadságom az természetesen korlátlan lesz. És ezt mindenki nagyjából így gondolta, hogy a demokrácia az igazából, vagy a szabadság az önkorlátozás művészete, hát ezt szerintem még ma is tanuljuk talán, bár most szerintem jobb az a képlet, amit a rendezőnk mondott. A rendezőnk mondott Frigyes. Arról. Igen. Csak nekem annyira szokatlan, és olyan fura zavarba ejtő az, hogy Frigyes. De hogy arról, hogy ma a Covid kapcsán mit is élünk, vagy hogy milyen elmebeteg világban élünk, amiről ki tudja, hogy ki és hol tehet, vagy tehet-e egyáltalán valaki róla. Egyébként, amikor műsorat tűztétek, hogy lesz a darab, már volt Covid? Hogyne, igen. Tehát, hogy igen, ez nem igen, volt véletlen már akkor sem, amikor... Nem emiatt, nem valószínű, aha. Sőt, valószínű, hogy nem emiatt történt, de közben, igen, közben történt. Tehát akkor véletlenek nincsenek. Nincsenek, szerintem se. Szerintem se. Akkor most megkérdezem Hajnuszki Balást is, hogy neki mi McMurphy, mert most már hallottunk kétféle hozzáállást. És hát mégis te játszod. Igen, én játszom, hát még eléggé az út elején vagyunk, azért a második hete próbálunk, még egy, mondjuk az egyharmadánál vagyunk a próba folyamatunknak. Keresgéljük, hogy milyen van. Van előttem egy képlet, hogy milyen ez a kedves csirkefogó. Nyilván változik próbáról próbára, haladunk bele a figuráinknak az életébe, hogy lehetne, mi lenne a jobb. Nyilván van egy rendezőnk is, Frigyes, aki próbál terelgetni minket, hogy melyik a jó. Nyilván mindenkinek van egy képe erről a történetről, hiszen azért a regény is, a film is eléggé híres lett. Én most direkt nem is néztem vissza a filmet, és nem is olvastam el a regényt, és ráadásul én 10 pár éve játszottam ebbe az előadásban, még Miskolcon, akkor a Dadogós fiút, Billy Bibi. Tehát arról is van egy képem, nyilván a Fricivel próbálom megosztani azokat az élményeimet is, hogy ott hogy volt emlékeim szerint, hogy mi volt, de hogy igen, nyilván ez még a keresés fázisában vagyunk most, de... De egy nagyon jó dolog lesz, ezt most merem állítani. Fekete Gábor, Cheswick szerepében. Hát a saját figurádról kérdezlek elsősorban most. Ez nagyon, nagyon nehéz. És ami most különleges, és pont beszéltünk is egyébként Frigyessel erről, hogy mi lehet a betegség ennek az embernek. Milyen állapotba kerül ő ide, miért van itt. És ez nem derül ki egyértelműen a műből. Tehát ott van egy csomó olyan beteg, akiről kiderül, de pont Cheswickről nem. Valahogy az írói olvasatból, meg a közös beszélgetésekből
már elkezdtünk elindulni egy úton, és akkor most próbálkozunk és keresünk. És ki akarjátok deríteni? Hogy fontos, igen. Konkrét. Uh-huh. Bár lehetséges, hogy pont ez a, valahol ez a titok benne, hogy valamiért itt van. Mert azért ez fontos, hogy tényleg, amit már Anna is mondott, hogy nekünk nem kéne feltétlenül itt lenni. Tehát, hogy mi önként vagyunk jelen. McMurphy-t kivéve, ugye? McMurphy-t kivéve, igen, őt ugye elítélték, 5 hónap börtönt kap, és egy büntetőfarmon kellene ezt letöltenie, de eljátsza ő ott, hogy pszichopata, és ezért inkább bemegy az elmegyógyintézetbe. Meleg van, enni kap, nem kell dolgozni, szóval. És gondolja, hogy ott sokkal lazább lesz, és vidámabb a büntetés. Ami nekem még így különlegesen tetszik ebben, hogy hogyan ébred az akarata Cseszfiknek is, és a többi ápoltnak is. Tehát, hogy bejön egy lázadó, lázító személyiség, aki bizonyos szempontból valóban egyébként a megváltás történethez hasonlítható. Közben pedig természetesen hoz egy pusztulást is valahogy. Hát rögtön az elején, ahogy minket kirángat a saját komfortzónánkból, a megszokott életünkből, majd a legvégén azért van egy felelőssége abban is, hogy mondjuk meghal egy ember. És hogy mondjuk mi ténylegesen ebből hogyan tudunk. Tehát tényleg gyógyulunk. Tehát megváltoztat benneteket, de közben annak nagy ára van. És egyedül maradunk. Tehát, hogy utána mi egyedül maradunk, és Recsit nővér marad velünk, nem McMurphy. Femina Podcast. Színházi ínyentségekkel. A Szállak a kukfészkére című előadás egy elmegyógyintézetben játszódik, ahol a renitenseken homloklebeny eltávolítást hajtanak végre. Mennyi sötét titokra derül még fény, hány rétege lehet egy színházi előadásnak, és egyáltalán mit élhet meg nőként az embertelen, merev, uralkodásra éhes Recsid nővér, akit Fehér Anna alakít. Olyan szélsőségesen embertelen, nem tudok rá pontosan mit mondani, mert nőként nekem ez nagyon, nagyon nehéz, hogy lehet valaki ilyen. Hol az a motiváció, amitől valaki ilyen? Hogy ő vajon mit érez és mit gondol? Mert hogy nekem hogy mégiscsak azt kell elmondanom ezekkel a mondatokkal, van egy belső szándéka, ami az uralkodás persze, de ez így nagyon sematikus. Tehát, hogy ő neki, mint nőnek, hogy ő neki ez mit jelent ez az egész, van benne bizonyos fajta fásultság, amelyben csak ezek szerint, a szabályok szerint tud már élni. De hogy ő nő-e még, de közben olyan dolgokat művel, hogy hát amikor olvasom, beleborzongok, mint civil nő, vagy hogy mondjam. De ez nagyon, nekem ez most még nagyon nehéz. Nem azért, mert én szimpatikus akarok lenni, dehogy is, hanem azért, mert muszáj, hogy ő tudja, hogy ő mit csinál, vagy hogy ő ebben valami örömét leli, vagy hogy valahogy, nem is, hogy örömét, hanem hogy őt ugyanúgy ezt tartja össze, mint a többieket. Tehát, hogy ez egy olyan közös kohó, amelyben a betegeknek bizonyos szempontból szüksége van arra, hogy ő ilyen legyen velük, és neki pedig a betegekre van szükségük. És az itt lévő emberek bizonyos szempontból betegek, tehát nem csak elnyomottak egy hatalom, vagy egy közös játékszabály szerint, de hogy neki erre szüksége van. Közben Frigyes vett egy nagy levegőt. Hülyeséget mondtunk? Nem, egyáltalán nem. Nagyon érdekes. De ugyanakkor, amit az Anna mond, ahhoz ugye minden szereppel valamilyen módon muszáj megbarátkozni, valamilyen módon eljutni odáig, hogy amit hitelesen mondasz, azt te magad is hitelesnek tartsad. Tehát ugye sokkal nehezebb játszani egy ilyen szerepet, mint egy egyszerűbb hőst. De az sem olyan egyszerű, mert a Rómeót, ha egyszerű áldozati hősnek tekintjük, akkor tévedünk, mert 3 embert ő is megöl a színpadon, míg eljut odáig, hogy öngyilkos lesz. Tehát sok-sok-sok-sok rétegből áll össze egy történet és egy szerep. Ez olyan, mint egy hagyma. A héját, ahogy bontja le az ember, mindig leveszel egy réteget, és még mindig hagyma. Mik ezek a rétegek, mik ezek a titkok, amit az Anna is kérdez? Hol vannak azok a titkok, amik ott fognak lebegni, hogyha jól csináljuk a történetünk mögött? Ha rosszul csináljuk, akkor egy sematikus rossz történet lesz. De egyébként rendezőként előrébb vagy valamelyest gondolati síkon a darabot illetően? Koncepcióval állsz már akár az első próbán, vagy olvasópróbán, vagy neked is ugyanúgy most születik meg? Hogy ez kettős, nekem nincsenek koncepcióim, illetve lehet, hogy ezt nevezik annak, és most jövök rá, hogy mégiscsak vannak. Van egy világ, ami én vagyok,
most 63 évesen, van egy életem, ami megtörtént, és mindezen keresztül folyik egy történet, és úgy jön ki a másik oldalon, ami a végeredmény lesz. De nincs bennem az, hogy kék, vagy zöld, vagy lila, vagy ha színekkel ábrázolnánk a koncepciót. Nincs koncepcióm, kettő. Ha most nem igazolják, amit mondani fogok, akkor nagyon megharagszom majd. Azt hiszem, hogy azok közé, a rendezők közé tartozom, akik figyelnek azokra az emberekre, akikkel együtt történik a gyártása ennek a történetnek, és számomra személyesen fontosak azok a színészek, vagy azok a szereplők, akik ebben benne vannak. Nem akarom előre elhatározni, hogy nézzen ki az Anna, ezt valahol az Annával együtt szeretném majd kikovácsolni. És egyelőre úgy néz ki, hogy így dolgozunk. Bólogassatok. Bólogatunk, csak nem. Igen, de csak azért, mert azt mondtad, hogy kell. Nem. Nem, tényleg így van. Sőt, tegnap volt egy jelenet, az első felvonás végét próbáltuk, és tehát, hogy kipróbáltunk három verziót, és hogy teljesen más jelentett a három lehetőség. Mind a három jó volt, és aztán majd az egyikből kéne választanunk. Én megmondtam, hogy melyikből, de ezt most nem Én mást mondtam. Igen. Kérdés, hogy melyik az, amelyik a legerősebben szolgálja a történetet. De ez jó. Én szeretem kipróbálni a dolgokat, azért hívják próbálnak, mert addig, amíg fejben játszom otthon a kockacukrokkal, amiket kirakok az asztalra, egyébként nem igaz, csak így szoktam mondani. De jól hangzik. De jó hangzik, ugye? Addig a történet nem olyan, mint amikor élőlényekkel az ember megpróbálja ugyanezt megnézni. Színészekkel, lelkekkel, emberekkel. Érdekes az, hogy beszéltük, hogy hát hajaz bizonyos szempontból a mai viszonyokra maga a történet. Mit üzen az, hogy itt akkor megpróbálják lebontani a hatalom által fölállított rendszert végül is, vagy hát a McMurphy indítványozására valami ilyesmi elindul? Nagyon sok kérdést fog fölvetni, én inkább azt mondom, ha jól csináljuk, akkor rengeteg kérdést fel kell, hogy vessen, és én ezt szeretem ebben a történetben. És azt is, hogy én nem választ szeretnék adni egy helyzetre, hanem kérdéseket tegyen föl mindenki azzal, hogy ez az asszony miért ilyen, hogy ez a férfi miért ilyen, hogy ezek az emberek miért menekülnek ki a társadalomból egy elmegyógyintézetbe inkább, mint hogy szembenézzenek a világgal, a világban elfoglalt helyükkel, szerepükkel. Mert gyakorlatilag erről is szó van. Tehát, hogy miért vannak ők önként egy elmegyógyintézetbe? Mit kell vállalni az embernek az életébe ahhoz, hogy kibírja ezeket a terheket, amiket a mai élet ró ránk? Vagy kik azok, és miért, akik megpróbálnak elmenekülni egy zárt világba, hogy mindezzel ne kelljen szembenézni. Vagy kik azok, akik kimaradnak. Erről van szó? Igen. Így van, pontosan. Először olyan egyértelmű a képlet, de nekem is az az érzésem, hogy attól leszünk valamilyenek, vagy ugyan mások az előadásunk, hogyha az előadás végére fölvetődnek azért kérdések, tehát hogy a dolog nem fekete-fehér. Nem. Nagyon fekete-fehérnek látszik az elején, de egy jó előadásban nem az a lényeg, hogy ki milyen színt hoz, vagy ki kicsoda benne, hanem hogy az egésznek az összhatásában azok a kérdések, amit most Frigyes mondott, hogy azok elvigyék a nézők, hogy gondoljanak, vagy érezzenek róla valamit, vagy akár lefordítsák a saját életükre, hogy valami, amit feketének gondolok, vagy fehérnek, az biztos, hogy fekete. Biztos, hogy fehér? Vagy hogy vannak egyáltalán tiszta színek ma? Igen, de ugyanazt a főszereplővel kapcsolatban, McMurphyvel, biztos vagyok, hogy fel kell, hogy tegyék utána, hogy ez áldozat? Önáldozat? Megváltó szerep? Stb. Stb. Sok rétegből adódik össze ez az ember, mivel ma vagyunk 2021-ben, és mai emberek élik az ő idegrendszerükkel ezt a történetet, valószínű, hogy mai válaszokat kell, hogy hozzon. És nagyon sok ember van, aki nem szereti a lázadókat, nem szereti az olyanokat, akik bejönnek és szétbombázzák ezt a megszokott biztos rosszat, ami van. És inkább döntenek a biztos mellett, mint hogy legyen valami. Nekem például nagyon, nagyon szimpatikus az írott anyagban az, hogy ő benne van valami ősi férfi. Tehát ő nem egyértelműségi alkat.
Abszolút nem. A Mac Murphy. Abszolút nem. Igen. Nekem mélyen viszont olyan igazi, életes őserő van benne, és olyan vállalása az élet akarásának, az élet megevésének, és az a fajta győzni akarása, amelyben a pénzben, tehát élni akar minden porcikájában, és a környezetét is, és ezért nekem ez rendkívül szimpatikus, hogy van benne valami olyan dinamizmus, amit csak megölni lehet. Nekem úgy tűnik, hogy minden a darabban, vagy nagyon sok minden a Mac Murphy figuráján keresztül bontódik ki, vagy kerül helyre. Így van, tehát, hogyha pontosan. Hogyha őt megfejtjük, igen. Akkor kiderül. Azon vagyunk, hogy megfejtsük, igen. Ti biztos megfejtitek. Van egy nagyon híres mondat, amit mindig emlegetnek, és mindig mondanak, amit egyébként ő mond, a Mac Murphy. Én legalább megpróbáltam. Ugye ezt kritikusoktól elkezdve mindenhol előkerül ez a mondat, de nem véletlen, mert szerintem az egyik legfontosabb mondani valója az életünknek nagyon sok helyzetben, hogy addig, amíg nem próbáltam meg, amíg nem tettem meg azt, amit a küldetésemmel meg kell tennem, addig zéro. Én legalább megpróbáltam. És ez nagyon fontos. A történetünkben is. Mindemellett, hogy fejtegetjük a nagy kérdéseit a darabnak, meg majd a nagy válaszait is megkapjuk remélhetőleg, legalábbis legkésőbb mi nézők a premierkor, november 27-én. Nagyon-nagyon sok színes szereplő, figura, karakter, gondolom szintén most épülnek, meg alakulnak ki, meg színesítik az egészet, hogy a többiekről is egy picit. Ha megengeditek egy pár szót, a másik nagyon-nagyon fontos szereplőről, az indiánról. Ugyanis az egész Az egész történet mögött történelmileg is van egy háttér. Ez akkor íródik Amerikában, és akkor beszélünk először az indiánról, mint főszereplőről, meg arról, hogy a törzset kisemmiszték, meg arról, hogy alkoholba menekült még a maradék, meg arról, hogy ki kellene szabadulni ebből az egészből. Tehát egyáltalán az észak-amerikai indiánok kiirtásáról, létéről, ellehetetlenítéséről ebben az időszakban kezdünk el beszélni. És az egész szabadság szimbólum az végül is az ő személyéhez fűződik. Tehát van egy ilyen történelmi része ennek a dolognak. Na de ugyanakkor valószínűnek tartom, hogy indián nélkül, tollak nélkül van ma is ilyen, van mai indián is. Humor, feszültség, kegyetlenség, emberség és rengeteg titok az Elmegyógyintézetben, a Szállak a kukfészkére című előadásban, amelyet a József Attila Színház művészei állítanak színpadra. Továbbra is Funtek Frigyes rendezővel és Fehér Anna, Hajnocki Balázs és Fekete Gábor színművészekkel beszélgetünk. Mi is bármikor bekerülhetünk? Egyáltalán hol a benn? És ki van kinn? Van humora. Van humora. Abszolút van, mondjuk alapvetően a humorforrásban az önirónia, vagy a groteszkó, mert nagyon sokféle karakter jelenik meg, akiknek a sorsa nincs megírva, de mi megírjuk, vagy hát mindenki igyekszik a magáét, hogy kik ezek az emberek, hogy ők igazából tényleg veszélyes emberek, mert azért a történet gyakorlati magvában az elmebetegek mindegyike, akik itt ugye elmebetegek, vagy nem, vagy kik is, ugye, amiről beszéltünk, de hogy ők azért elég durva dolgokat műveltek az életükben, és nem biztos, hogy mindenki azon, hogy hát szeretnék én vele találkozni az utcán, vagy nem szeretnék találkozni az utcán, de mindenféleképpen van egy folyamatos, nagyon-nagyon dinamikus feszültség állandóan közöttük, és én, mint néző, amikor én láttam ezt az előadást nagyon régen, akkor engem nagyon vonzott az a furcsa titok, meg hogy beleláthatok valamibe, ahova mi nem kerülhetünk be. Tehát ennek van egy olyan izgalma. De az a baj ezzel, Anna, igen egyébként, hát akkor, mondjuk, igen, hogy de, nem. De igen, de közben abban élünk, hát hogyne, nem csak, hogy, hanem olyan, amit mondtál az elején, hogy tulajdonképpen abban élünk, igen, úgy, ahogy vagyunk. Hogy kint vagy, úgy, bent vagyunk. Van igen. Egy másik nagyon lényeges pontja a történetnek, a lobotómia, ami ugye ebben a korszakban kerül elő, már az írás születésének pillanatában kerül elő, ami körül úgy szintén forog ez a történet, ugye ma már történelmi, azt hiszem inkább, mint gyakorlati tény,
De a lobotómia, mint orvosi történet, ez szorosan kapcsolódik a történetünkhöz. Hogy ez a homloklebeny. Így van, a homloklebeny eltávolítás, igen. Ez igazából a lélek, vagy a személyiség, egyéniség megölése. Úgy, hogy közben a szíve még dobog. Tehát, hogy ez a fajta kasztrálás, ez ugye ez, akkor valakit megölnek még életében. Elveszem tőle a személyiségét. A igen. Gábor? Akartál valamit mondani? Igen, mondtam, hogy nem gondolod, de elszállt. Majd szólj be szintén, és akkor visszatérünk. Balázstól kérdezem, hogy ahány interjút láttam McMurphy-kkel, központi gondolat volt, hogy azért áll hozzám, mondja a főhős, a karakter igazán közel, és azt a részt nekem könnyű megformálni, ilyesmiket több ízben hallottam, hogy mert hogy magam is igen nehezen birkozom a korlátokkal és a szabályokkal, és nagyon elviselhetetlennek tartok egy beszabályozott vagy túl struktúrált életet. Ezzel te hogy vagy? Ezen nem gondolkoztam, én inkább máshonnan szeretném őt megfogni. Ez az élni akarás és az élet egészség és a csibészségen keresztül. Igazából ő nem is tudja sokáig, hogy ő most mit csinál a bent lévőkkel. Ő éli az életét, ő megmenekül tényleg egy 5 hónapos börtönbüntetés elől, azt gondolja, hogy majd itt enni kap, meleg lesz, és az ő egészségével és az egészséges életével hoz be egy olyan változást a többi beteg életébe, ami aztán az ő életét is meg fogja változtatni. Ami fontos benne az élni akarás, amiről beszél, hogy egy olyan emberség, egyszerű emberség árad ebből a paliból a kezdet-kezdetén, ami gyógyító. Tehát ez is benne van a történetben, hogy meddig tudunk gyógyszerekkel gyógyítani, meddig tudunk elektrosokkal gyógyítani, meddig tudunk bánásmódokkal gyógyítani, vagy meddig tudunk azzal gyógyítani, hogy mi van, hát üljünk már le, aztán kártyázunk egyet. És ez egy rendkívül meglepő mondat mindegyik őjüknek. Tehát szépen rá is jön a McMurphy itt ezen az úton, hogy ezek nem is annyira gyagyásak. Tehát el is mondja, amikor a kis barátnője meglátogatja, hogy nyugi bébi, a kintiek lököttebbek, mint ezek. Uh-huh. Úgyhogy hol is a kint és a bent? Igen, ennek de ki van intézetben? Gábornak eszébe jutott a gondolata. Nem, ez most már egy új. Azóta biztos volt még 3. Szóval csak azt akartam, hogy ami fontos ebben, hogy mi félünk az élettől. Tehát, hogy pont, hogy egyrészt üdítően hat ránk, és megfűszerezi az életünket, de félünk azért, mert van egy recséd, aki kialakít egy demokráciának álcázott diktatúrát, és mi félünk, van is tehát utal rá a szöveg, hogy ha kikattanunk, akkor visznek, és akkor megyünk a soksóba, és akkor kapunk egy elektrosok kezelést, vagy lobotómiát hajtanak rajtunk végre. Viszont, na mit akartam még ezzel kapcsolatban, mert ez fontos volt. Meg is van a Chestwicknek a szerepe, ő így szenilis. Fiatal korra ellenére végtelenül szenilis. Most nagyon sok minden, hogy hallgatom magunkat, vannak konkrétumok a darabban, vannak rálátások arra, hogy egy társadalom hogy működik ma, és az egyéni felelősség meg a... És közben pedig van egy diktatórikus dolog, amiben mindenki valamilyen módon játszik benne. A McMurphy is, mert a McMurphy egy idő múlva azt mondja, hogy na most akkor én megmutatom neked, anyukám. És a Recsid meg azt mondja, hogy igen, hát majd én mutatom meg neked, apukám. Hogy van egy kimondottan személyes győzni akarása mind a kettőnek. Tehát a McMurphy már nem, én legalábbis úgy látom, hogy nem csak arról van szó, hogy ő itt segíteni akar, hanem na most fogadjunk, gyerekek. Én vastagabb leszek egy kis pénzzel, és legyőzöm ezt a szukát. A nő meg azt mondja, hogy igen, na majd meglátjuk. És igazából egyik se győz már, bocsánat, tehát a Recsid is egy nagyon erős törésben marad, kapaszkodhat ebbe tovább, de már nem az, ami volt. Gábor? Csak eszembe jutott egy párhuzam. Jó, mert gyorsan mond. Igen, mert most gyorsan. Még megvan. Eszembe jutott egy párhuzam arra, hogy ez a vitalitás, amit behoz közénk, ez kicsit ahhoz hasonlítható. Azt hiszem, hogy Németországban nyíltak olyan óvodák és idős otthona, amit egymás mellé építenek, és akkor a kettő között van egy kert, és akkor van közös idő, amikor együtt vannak, és valahogy egymást gyógyítják, és valahogy van ebben is valahogy a McMurphy, hogy megérkezik, és behozza az életet, ebben van valami fajta ilyen alapvető természetes gyógyítás. Femina Podcast. Színházidő veled és a József Attila Színház művészeivel. Fehér Annával, Funtek Frigyessel, Hajnóczki Balázssal és Fekete Gáborral.
nagyon sok olyan jelenet van, amikor ugye sok színész van a színpadon, a csoportterápiák. Csak az van. Többi. Igen, tehát, hogy itt jelen van szinte mindig mindenki. Ennek picit a kulisszatitkait szívesen hallanám. Mire kell figyelni rendezőként, színészként? Ne takarjon. Most már azért lassan megunjuk egymást, mert az előző bemutatónk a szibériai csárdás is pont ilyen volt, hogy 10 katona folyamatosan a színpadon van, úgyhogy most már lassan nem tudom, hogy nem. Hát ez egy másfajta koncentráció, mint a próba folyamat, majd mind az előadás. De én azt hiszem, hogy ez mindenkinek komoly szerepe van, mindenki főszereplő ebbe a darabba, tényleg az elejétől a végéig szinte mindenki ott van a színen, úgyhogy tehát hogyha nem éppen a McMurphy-t, a Ratchet-et, a Bromden-t nézi a néző, akkor mindenkit fog nézni, hogy vele vajon mi lehet, el fog kalandozni, hogy vele, tehát ott végig kell élni egy életet mindenkinek a színpadon, különben a fenemegette, úgyhogy ez szerintem egy elég jó csapat összetartó, csapatkovácsoló munka is a társulati létben, de egy elég komoly feladat mindenkinek, én azt gondolom. Részemről sosem találkoztam még eddig ezzel a szituációval, hogy folyamatosan gyakorlatilag az elejétől a végéig ennyi ember van bezárva egy történetünkbe. És ezt abból tudom, hogy nem, mert sokkal fáradtabb vagyok esténként, mint szoktam lenni, mert muszáj mindig mindenkire figyelni, és muszáj nekem azt végig gondolnom, hogy mikor, kivel, merre, miből, honnan lehet majd tovább lépni, és nagyon sokan vannak. Én meg egyedül vagyok, úgyhogy, de ez egy remek választás így. Valahogy ez az az ensemble, ahogy ezt hívják, amikor egy mindenkiért, és mindenki egyért folyamatosan. És nagyon-nagyon sok alázat és összekapaszkodás és figyelem kell hozzá, mert hogyha nincsen az a szövet, aminek a feszültségében megtörténik minden, akkor nincs élet a színpadon. És az viszont nagyon jó érzés, hogy egy csapatban mindenki a másikért folyamatosan labdázni kell, hogy is mondjam, az érzelmekkel, az energiával, a válaszokkal, a föltett kérdéssel, mert akkor születik meg az egész varázslat, hogyha érzem, hogy hol vagyok, hogy mi pulzál a színpadon, és ez irgalmatlan munka. És közben folyamatos konfrontálódás, tehát én azt érzem, hogy ahogy most is egyébként, de próbákon is folyamatosan beszélünk, és amikor éppen egy pillanat megállás van, akkor már is ráugrunk valamire, hogy na, akkor itt mi van, és te mit gondolsz, és én mit gondolok, és hogy vagyunk ebben az egészben jelen. És akkor ott áll a Frigyes. Ott áll a Frigyes, és áll és kapkodja a fejét, és mondja, jó, menjetek egy ki, nem azt mondja, menjetek hát, de lehet egyelőre látni, még nem volt verekedés. Még nem, de hogy egyszer csak ugye egyszerre kell neki 9 dolgot venni, és ugye iszonyú vehemensen, ahogy próbál mindenki fújja a magáét, a legjobb szándékos, ácsi, álljatok meg, kicsit álljatok meg. De hát ez egy ilyen darab. Jó darab. Azt látom, hogy foglalkoztat benneteket, hogy izgalom az egész, mert most itt egyharmadánál, és hogy mi minden jöhet még ebből ki. 27-én bejössz, és azt mondod, te úristen, ezeket mind elviszik. Rendezőstől. Igen, ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ha én 27-én bemegyek, vagy valamelyik későbbi előadásra, akkor hogy fogok fölállni a nézőtérről? Szóval, hogy is mondjam, én szerintem a legjobb színházi előadások azok, ahol a nézőnek ugyanúgy hozzá kell tenni, vagy ki kell nyílnia valamit, magából kell adnia, mert akkor visz magával valamit. Hogy majd megkérdezünk mi téged, hogy mit viszel hozzá, mert nem tudjuk mi pontosan, mi azt tudjuk, hogy mit csinálunk. De ugye ez te rád, hogy te belőled mit hozz, az a te személyiségeden is múlik. Hogyha ez jó lesz, és igazából olyan jó lesz, amit szeretnénk. Nekem volt egy élményem nagyon-nagyon-nagyon régen Budapesten egy színházba, hogy kijöttem az előadásról, és eltévedtem a Váci utca és a Kossuth-Lajos utca között. Mentem az utcán, és annyira működött még mindig a történet bennem. Egyszer csak azt néztem, hogy te úristen, hol vagyok. De hogyha valami legalább ennek egy része így valahol megszületik azokba, akik nézni fogják, akkor jó lesz. Akkor a katonában voltál a Váci utcában? Nem. Vagy a Pesti színházban. Pesti színházban voltam, gondoltam, hogy rá fogtok kérdezni. Pesti színházban, és a Darvas Iván játszotta a Őrült naplóját.
És ez egy olyan reveláció volt akkor számomra, amikor én ezt láttam, hogy tényleg a mai napig fizikai érzetem van tőle, hogyha gondolok rá. Elröpült az idő. Azzal kezdtük, hogy Annát megkérdeztem, hogy éppen mi újság vele, hogy érzi magát a bőrében. Egy pár mondatban azért a többiektől is szeretném hallani, mert biztos vagyok benne, hogy akik bennünket hallgatnak, most már egyre kíváncsibbak arra is, hogy mi van még emögött a mostani karakterformáló megkészülős időszak mögött. Úgyhogy vagy pár mondatot. Hát Balázs. Tényleg, ahogy Anna mondta, augusztus 1-től beköltöztünk a színházba. Iszonyatosan elképesztően intenzív a dolog. Kérdezte pont tegnap egy barátom, hogy melyik darabokban vagyok benne. Elővettem a jelenetet, és összeértem, és 11. És ezt most mind fel kell újítani. És közben 4 új bemutatónk volt szeptemberben, tehát hogy tényleg elképesztően iszonyatosan intenzív az időszak, úgyhogy most szerintem minden kollégánknak ezt teszi ki az életének a 95%-át, és aztán amennyit tudunk nyilván ki családjával, meg ahogy szereti a szabad idejét eltölteni, ennyi most. Szabad igen. Idő, szabad igen, idő. Az most nincs a mi naptárunkban olyan, de igen, ez jó. Gábor, ugye vagy a legfiatalabb itt most közöttük. 28 vagyok, de annyira nem is vagyok fiatal már. Köszönöm, nagyon jól vagyok. Nyáron házasodtam, úgyhogy ez... Gratulálunk, szeretném. Köszönöm szépen, ez hoz egy csomó boldogságot. Én most éppen ebben vagyok, és közben pedig azt az újdonságot, hogy ugye most szerződtem augusztus óta a tagja vagyok a József Attila Társulatának. És ennek nagyon örülök, és azt hiszem, hogy az ember mindig arra vágyik, hogy elcsípjen egy ilyen időszakot. Most valamit érzek, tehát az, hogy alakul egy társulat, és tényleg, hogy vagyunk újak, vannak nagyon sokan, akik már évtizedek óta itt vannak, és ahogy találkozunk, ahogy összecsiszolódunk, ahogy az egész így formálódik, ebben van valami újdonság érzet, és közben azt érzem, hogy nagyon izgalmas dolgok jöhetnek még ki ebből. Bocsánat, erre csak nekem jutott eszembe most egy gondolat, hogy hosszú idő óta sokan vagyunk a színház kötelékében, de augusztus 1-e óta újból társulata van a színházunknak, úgyhogy ez egy nagy öröm nekünk. Köszönöm. Funtek Frigyes, aki ugye nem társulati tag, hanem vendégrendező, de már nem először. Másodszor. Jó, Attilában másodszor, már volt a rádió, ha jól emlékszem. Így van. Illetve hát ugye róla tudni lehet, hogy nem régiben költöztél Kánból haza. Költözőben. Még közben vagy? Én azt a poént akartam elsütni, hogy mondtad, hogy elszállt az idő, szállnak a kukfészkére, tehát azért szállt el így ez az idő, és én egy kicsit most így vagyok, hogy egyenlőre kakuknak érzem magam, és nem tudom még a fészek hol van, ahol a tojás kerül. Úgyhogy itthon vagyok most már, de még nem fejeztem be mindent a franciaországi létből. És be kell fejezni? Hát igen, mert itthon fogok élni Magyarországon újra, ha megengedik. Megengedem. Köszönöm szépen. Én is megengedem. Köszönöm. Recsidnővér vagy a termegyógyintézet, akinek kell megengedni. Igen, itt most körülnéztem, és láttam, hogy ha megengedik, akkor. Őtőlük kérdeztem. De jól vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Nagyon élveztem. Köszönjük. Szuper. Jó kulisszatitkokat is megtudtunk, és nagyon várjuk a bemutatót, ami még egyszer november 27-én lesz a József Attila Színházban, Szállak a kukfészkére. És az iménti egy órában Fehér Anna színművésszel, aki Recsid nővért alakítja, a McMurphy-t játszó Hajnóczky Balázzsal, illetve a Cseszviket játszó Fekete Gáborral, és a rendezővel, Funtek Frigyes színművésszel beszélgettünk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kulisszatitkokban és drámai feszültségben nem volt hiány az elmúlt közel egy órában, de vendégeink sok humorral és nevetéssel is elhalmoztak bennünket az együtt töltött időben. Köszönöm, kedves podcast hallgatók, hogy velünk tartottatok a színfalak mögé. Gyertek máskor is! Ez volt a Femina Podcast. Én idő, veled. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával.